Szerdán az év utolsó mérkőzését Sopronban fogjuk játszani. Több szempontból is különleges ez a mérkőzés, hiszen tavaly a Hűség városában sikerült megszerezni az első győzelmünket, illetve a Sopron csapatát erősíti Sitku Marcika, akit a nyíregyháziaknak, de úgy gondolom a magyar kosárlabdázóknak se kell bemutatnom. A vasárnapi mérkőzésünk a Kaposvár ellen sajnos nem úgy sikerült a végjátéket tekintve, ahogy azt terveztük. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy arra a teljesítményre lehet építeni, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a Sopron hazai pályán nagyon erős, úgyhogy talán még több kell, mint amit vasárnap eladtunk.